A ceglédi kormánypárti politikusoknak mindent meg kellene tenniük annak érdekében, hogy képviseljék az itt élő embereket. Így fogalmazott ma délelőtti sajtótájékoztatóján Volner János. A jobbikos országgyűlési képviselő a Cegléden élő embereket is érintő 400 kilovoltos nagy feszültségű távvezetékről is beszélt. A magas feszültségű távvezeték több helyi tanyát is veszélyeztet. Az ingatlanokat is ez a beruházás azon az adott érintett területen csúnyán elértékteleníti. Ebben az ügyben meglepetéssel tapasztaltuk, hogy bár előtte már tudott róla a polgármesteri hivatal, hogy ilyen tervei vannak az állami vállalatnak, amely itt vezeti keresztül ezt a vezetéket, nem tette ellene tulajdonképpen semmit. Tehát a ceglédi emberek érdekképviseletét sem a polgármester, sem pedig a város kormánypárti országgyűlési képviselője, Földi László nem látta el. A Jobbik értékelése szerint a ceglédi kormánypárti politikusok nem látják el a helyi lakosok érdekképviseletét, folytatta. Mi úgy látjuk, hogy ez a képviseleti nélküliség, ez tartósan fennmaradt a kormánypárti politikusok részéről más esetekben is. Gondoljanak például arra, hogy amikor a 4-es autópályának a Cegléd és Budapest közti szakaszának megépítéséért kellett küzdeni, azért, hogy ne Jász-Nagykun Szolnok megyében építsék meg először az autópályát, akkor is mi voltunk az egyetlenek jobbikosok, akik emellett az elképzelés mellett kiálltunk. Volner János beszélt a Hungária Értékpapír Kft. 20 ezer ceglédi károsultjáról is, arról, hogy véleménye szerint a kormánypárti politikusok segítségére akkor sem számíthattak a lakosok.